A szamár köhögés járványosan terjed, valószínűleg mégsem lesz járvány. Július utolsó hetében 41-en betegedtek meg, így idén már 226 esetet jelentettek az ország összes megyéjéből. Minden negyedik fertőzött csecsemő. Bár ez komoly emelkedés az előző évekhez képest, pánikra semmi ok. Magyarországon ugyanis 1954 óta a szamárköhögés elleni vakcina is a kötelező oltások között van, így majdnem a teljes népesség immunis a baktériumra. A mostani emelkedő esetszám Magyarországon, amit nem csak itt Magyarországon tapasztalunk, hanem az Európai Unió más országaiban is előfordul, annak köszönhető, hogy a pandémia ideje alatt a SARS-CoV-2 vírus, tehát a COVID-19 betegséget okozó vírus dominánsan cirkulált a lakosság körében, és az egyéb légúton terjedő kórokozók nem tudtak tulajdonképpen megbetegedést okozni, cirkulálni, és most a pandémia lezajlásával ezek egy kicsit előtérbe kerültek és erőre kaptak. Egyedül az újszülötteket kell félteni, ők ugyanis az első hetekben még nem kaphatnak védőoltást. Emiatt júliusban két csecsemő bele is halt a szamárköhögés szövődményeibe. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője figyelmeztetett, csak a vakcina adhat teljes védettséget. A legtöbb esetet azt az oltatlan vagy részlegesen oltott csecsemőknél látjuk, tehát ők vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak a fertőzés, illetve a súlyos betegség szempontjából. Ezért fontos az egyrészt, hogy az újszülöttek, csecsemők a időben megkapják a védőoltásukat, tehát amikor következik az életkori naptár szerinti kötelező védőoltás, akkor időben megkapják, illetve a várandósoknak a védőoltása jelenlegi járványügyi helyzetben fontos, a harmadik trimeszterben adható a szamárköhögés komponensű védőoltás. Dr. Galgóczi Ágnes arra kérte a magyarokat, hogy ne feledkezzenek meg a rendszeres kézmosásról, és ha légúti panaszokat tapasztalnak, ne menjenek újszülöttek közelébe.